a szoknya kérdigér, és hogy feldobják ezt a fekete-fehér szettet, egy arany nyakán és egy arany barkötőt visel. Csodálatosan néz ki, és tényleg ámultam és bámultam, és tényleg igazából minden. Ő jelent nekem mindent. Én nem tekintem ezt olyan tényképpen veszteséges állapotnak, mégis nagyon szép tud lenni az élet, így is lehet teljes életet élni. Mindennek örülni lehet, sőt, hanem még jobban. Ha csak arra gondolsz, hogy tavasz van, és érzed azt, hogy naponta erősebb a virágoknak az illata például, amit lehet, hogy egy, ha most átlag látó ember lennék, lehet, hogy állatilag nem érdekelne az, hogy hú, de jó, mert megint virágzik, hanem csak azon bosszankodnék, hogy lekéstem azt a fene villamost, és én most elkések. Én most egy olyan nőnek érzem magam, amilyenre talán mindig is vágytam. Nagyon csinosnak érzem magam, nőies. Tehát az egész összeállításom úgy, hogy van, nagyon meg vagyok vele elégedve. Gyertek! Ide rám nézzetek, csajok! Mindenhol! Erre felé, mit vagyok? Ahol a kismadár hangját hallják. Andi, erre a hangom irányászni? Az jó. Jobban szereti a profiát, ennyi. Számomra ez a nap fantasztikus volt. Azt hiszem, életem egyik legcsodálatosabb napjai közé tartozik. Ugye reggel még azt mondtam, hogy nincs önbizalmam. Hát kaptam a mai napon önbizalmat rendesen, és úgy érzem, hogy végre nőnek érzem magam. És most azt mondom, hogy szép vagyok. Ez egy kicsit érdekesen hangzik, de ilyet még soha nem mondtam magamról.